Na hát, hello, sziasztok, csá mindenkinek! Az a baj, egy kicsit későn kezdtem el, ahogy láthatjátok, hogy 11 óra van, de hát körbízni fogunk, folytatni fogjuk ugye itt a... talán is van, Forgotten Landet szépen okosan, csak hogy jó legyen, meg mint legyen, úgyhogy ez lesz a mai este folyamán, lehet, hogy túlcsúszunk majd szerintem hajnalokig, minden ilyen csodálatos dolog, nem akartam úgy holnapra hagyni, mert hát mert nem, tehát hogy szerettem volna még ma streamelni, aztán így alakult sajnos. Megint este, ugye? Hogy egyesek mondják. Jaj, amúgy szia, Nana, Halihó, hogy vagy? Hogy telt a napod? Meg minden ilyesmi. Ne is szarakodjunk sokat, nézzük meg, hogy hol tartunk, illetve hova megyünk tovább. Esetleg háttérben hallatok szélhangokat, az azért van, mert megy a ventilátor, mert a gecis meleg van. Igazából ennyi. Meg ilyen a csodálatos dolgok. Ilyenek, várjál. Megnézzük ezt. Talán így jó. Most talán nem hallatszik bele a ventilátor, amúgy csak a hangom. Mindjárt megnézzük, azt mindjárt megnézzük, hogy milyen lesz. Mert eddig ugye mutatta a mikrofon sávom azt, hogy ugye behallatszódik a ventilátor, de most nem mutatja, úgyhogy szerencsére. Na jó, van akkor, öselkedjünk neki a Kirby világának. Amúgy nem volt rossz napom, köszi a kérdést. Picit csak, jó. Oksi. És itt van Girby. Szia Girby. Mert a szippantás ezerrel. Illetve mivel elég vaduldít sikerült kiszabadítani, lett itt nekünk egy csodálatos éttermünk, ahol egyéb dolgokat lehet csinálni, ugye itt lehet kajálni, ugye itt a hűséges társunkkal, illetve ugye itt van egy ilyen mini játékszerűség is, ahol hát ugye ki kell szolgálni úgymond az érkező vaduldíket, ezt meg fogjuk gyors nézni. Ugye ez miből áll, ilyen part-time-os meló. Ugye lehet kóban ugye játszani, meg lehet ugye szólóban is játszani, úgyhogy ezt fogjuk most megnézni. Nyilván van egyszerűbb, meg könnyebb, könnyebb is, meg nehezebb fokozat is. Ugye egyelőre még csak a könnyű fokozat elérhető, ahogy láthatjátok. Ugye Easy, Hustle és Frenzy. Ugye majd ezeken fogunk végigmenni, hogy meglegyen végre, meglehessen a 100%, mert ugye hát 100%-olunk úgy lett bekérve ez a csodálatos játék. Meg minden, úgyhogy szépen elindulunk utunkon. Nem zavaró? Jól van. Köszi szépen amúgy a visszajelzést. Ja, persze. De amúgy tervezem. Úgyhogy mindenképp jó van, mindegyiknek megvan a maga rendelése, jó? Vagy paradicsomot kérnek, vagy energiaitalt, ugyebár. És akkor figyelni kell a satisfaction métert, ugye? Az a jó, hogyha zöld. Meg minden ilyen csodálatos dolog, illetve van ilyen lush. Lunch Rush féle mód, ahol nagyon sokan fognak beérkezni. Jó. Akkor mehet is. Ready. Tessék. Hopp, ezt elbasztuk. Bocsi. Bocsi. Reflex játék ugyebár. Picit. Na csak elbaszta. Jól van. Köszi amúgy. Most gyorsulunk fel, ugye? Juhú, legalább elégedettek. Total served. 31, 2, 3, 4, 5, 4. 1700 pont. 18 folyamatos rendelés. 100%-os elégedettség. Juhú, sikerült. Megint akad? Rohadjon ki akkor a feje. Amúgy. Ja, csak ezt tudom mondani, illetve attól függ mennyi pontot szerzünk, úgy kapjuk a lóvét is. Úgyhogy lesz lóvé után pótlás amúgy bőven. És ugye, ahogy láthatjátok, ugye a többi fokozat is úgymond elérhetővé vált. Ha úgy van, akkor majd... az is majd mehet streambe, hogyha úgy van.
minden ilyen csodálatos dolog. Meg ilyenek. Dobjunk be egy Kirby burgert, én azt mondom, mert azt is lehet. Illetve, hogyha úgy van, akkor ugye ezt magunkkal is tudjuk vinni egyébként, de ezt majd mutatom mindjárt. Dobjunk be egy, vagy Kirby tortát, vagy burger dobjunk be, mit lehet választani. Tomátót azt majd inkább magammal vinném, hogyha egy mód van rá. Nem tudom, hogy amúgy miért akad, húgyos. Szar. Nem, hogy lehet választani, tessen mondani. Tessenek mondani, mit szeretnének. Hambi? Lehet a... Mert nyene Hambi? Jó. Akkor irány a Hambi. Kirby burger, köszi. Buj. Itt szeretném fogyasztani, köszi. És rajta van a kis Kirby feje, vagyis egy arca. Jó étvágyat, meg ilyenek. Azt a kurva. Jó. Illetve, szerintem veszek még egy paradicsomot is magamnak, mert az ugye maxra tölti a HP-dat, hogyha nagyon szar lenne a helyzet, úgyhogy maxim tomátót veszünk is egy százasért. És egy take it to go, tehát elvisszük magunkkal, és akkor ugye az X-et lenyomva tartod, akkor tudod aktiválni, hogyha nagyon szar lenne a helyzet. Jól van, köszi! Akkor mehetünk a következő pályákra, ugye még a tengerparti pályáknál vagyunk, ugye? Legalábbis, hogyha jól emlékszem, és akkor utána azt hiszem két pálya van vissza talán. És akkor, ja, Ever Bay Coast-nál vagyunk, és akkor utána mehetünk egy új területre is, és hogyha minden jól megy, akkor ma azt is megnézzük. Most hát inkább úgy mondom, hogy ebben a streamben, na. Mert... El vagy várjál? Ja, igen, jó helyen vagyok. Ugye ez még nincs nyitva, mert ugye... Még van itt egy pálya, amit majd megcsinálunk, több is. Ahogy látom. Aha, itt van egy, meg gondolom ez lesz még egy. Hát a legtöbb vadaldít kéne kiszabadítani, és akkor utána jók leszünk. Hogyha minden is jól megy, úgyhogy... Nézzük, mi vár itt ránk. Úgyhogy hadd menjem. Hát akkor indulhatunk meg. Mondjuk képességet egyébként nem vettem föl, vehettem volna. Még miatt indulunk, de találtam ilyen tüskét, úgyhogy ez jó lesz. Köszi. Kirby még gondolom még mindig nagyon cuki. Sokak szerint, hát. És hogy? Hopp, várjál csak. Hoppári, az aranyos. Nem is tudtam, hogy ezeken is fel lehet menni. Gondolom ezek ilyen dedikált bokrok, mert mondjuk erre nem lehet, ugye? De fel lehet, akkor nem szóltam. Arra meg nem tudunk tovább menni még, úgyhogy... Másszunk fel a létrán. Igen! Jól van. Hát... Ezek ilyen robbanós köcsögök, úgyhogy... Aha, pont ezért kell velük vigyázni. Ó, oh. Három posztert kell majd megnyírbálni, hogyha úgy van. Köszi. Illetve plusz érmékért, ugye, amik pénzként funkcionálnak, ugye ezt, ezeket fel tudjuk szedni, illetve szét tudjuk szedni, hogyha minden is jól megy. Ezt tegyük is meg. Így volt valami kajott, illetve van itt egy ilyen robbanós lófasz. Ú, de jó. Ó! Hát az micsoda? Blueprint! Úristen, ugye ezek a tervrajzok alapján lehet majd ugye fejleszteni a képességeket. És ugye, ami most van nálunk képesség, ez a tüskés képesség, abból azt lehet majd fejleszteni, ha visszamegyünk a városba szépen. Jó! Így a kurva anyádat a teknős. Már most úszkálunk egy picit. Boom. De egyébként örülök neki, hogy esetleg nem mondtam volna, hogy azért, hogyha nem volt rossz napod. Ha már kedvesek vagyunk, amúgy is. Hopp, játék. Köszi, vagy játék, hát ilyen bábú figura ugye, amiket ugyancsak lehet gyűjteni. Illetve ugye hát szükség van hozzá 100%-olásra, megint ilyen csodálatos dolog. Ide lejövünk, hú, kis lóvetta. Aztán mehetünk is nagyba. Hopp! Vadoldi! Szia, tetyó! Ki vagy szabadítva? Juhú! Mehetünk is tovább.
meg amúgy a fejlettebb képességeket is érdemes lesz amúgy megnézni, mert azok is egyrészt szerintem jól néznek ki. Másrészt pedig, hát ugye hasznosak lesznek ugye több szempontból is. Főleg így, ahogy haladunk ugye a játékban, ugye egyre nehezebb is lesz. Ugye itt wide módban meg főleg, úgyhogy majd alakulnak majd a dolgok. Sőt, mehetünk tovább akkor a kövid területre. Juhú! Ezt a cuttert azt inkább nem használom, annyira nem ragadt meg az a képesség, és inkább használjuk a jegest. És akkor egy cuki még csúszik is. Hát. Na nézzük, menjünk tovább. Hopp, miniboss! Köcsög. Ez ilyen madárnak tűnik. Vagy legalább somire emlékszem belőle. Au. Jól van, csöves. Au. Mondjuk ez új ellenfél, úgyhogy eddig ugye vele nem volt dolgunk. Fagyasz le! Az a baj, hogy hát nem jól csinálom. Sügy. Talán majd most. Hopp, lefagyasztottam. Hello, hello. Wow, de jó. Juhú, és győztünk is. Nagyszerű. Hopp, nem. Illetve arra a képességre majd szükségünk lesz, úgyhogy most legalább tornádóként is tudunk viselkedni, illetve ez ugye több szempontból hasznos is lesz, de majd látjátok. Ugye át tudunk menni ilyen, hogy is mondjam, tüskés talajon is amúgy, hogyha arról van szó. Illetve ugye itt az ellenfeleken is egyébként. Úgyhogy ez a képesség azért is lesz majd jó, ez a tornádós képesség. Illetve ugye ezt majd ugye a többi képességgel együtt ugye ezt is tudjuk majd ugye fejleszteni később. Úgyhogy ez jó. Ez nagyon jó. Azt hiszem, itt van valami. Pedig úgy tűnt. Na mindegy. Ja, és akkor ugye ez, erre lesz jó ez a képesség, hogy ugye itt át tudunk menni tornádóként ugye a ilyen tüsis padlón. Tüsis, ugye. Bazd meg. Add vissza a képességem, köcsög. Aha. Hozzá kéne eljutni ugye időre. Hú, bazd meg, ezt elbasztam szerintem. Köszi. Nem jó. Picsába. Szerintem ezt remélem újra lehet... Ah, ezt újra lehet próbálni szerencsére, jó. Nem baj. Épp hogy, de legalább meg vagyunk most már. Juhú, siker. Vagy mi fene? Ah, ott van még egy ilyen wanted poster. Akkor arra rámegyünk szépen. Plusz játék, ugye? Ott is lesz majd valami bal alsó sarokba. Nem tudom, amúgy te egyébként korábban ismerted ugye a Kirbynek a karakterét? Na, nem tudom, hogy itt vagy-e. Ó, oh, mellékes. Jó, ide benézünk. Okay. Ah, ja igen, ugye ez a minta példája annak, hogy ez a képesség mire lesz jó. Itt akár még a kapcsolókat is tudjuk aktiválni szépen.
teljesen jó. Vagy teljesen új volt számodra magának Kirbynek a karaktere amúgy. Csak egy ilyen kérdés. Hopp. Na most nem kell használni, nyugi már. Wow, piros. Lófene. Köszi. Na, legalább akkor ezzel is megvagyunk. Hopp. Köszi. Bombások. Köszi, hogy jöttetek. Aranyosak voltatok. De eddig tartottam ezt. Jaj, erre emlékszem, mert... Oh, lehetett azt mondani. Ó, értem. Ez tök jó. Mármint ugye az első fele. Jaj, erre emlékszem erre a részt, hogy ugye ezt lehet szájba venni, úgymond. Aztán tudunk repülni szépen, úgyhogy... Mert a repülés... Nyomod. Juhú! Lehet röpülni. Aha, eszkend és tackle. Jó. Oké. Nagyszerű. Akkor repülünk, baszod. Hát ezt kihagytuk mondjuk. Köcsög. Jajjaj. Mindegy, ezek pont nem kellettek talán. Benne se tudja. Ah, hát jobbra el lehet menni, hello. Törd át, köszi. Hú, de jó, hogy áttörtem ezt. Oh, Waddle-Dee, meg vagy haver. Megmentettünk. De talán nem bántod meg, hogy megismerted, nem? Ha mondhatjuk ezt. Hupp, meg is érkeztünk, de jó. Sufú. Erről van szó, köszi. Na itt van egy ilyen kesudió, vagy magyaró, vagy kókusz, vagy mi ez. Pocs. Ó, oh, energiaital. Aranyos. Ja igen, itt lehetne ugye előről kezdeni ezt a repülős szakasz, de talán nem hagytunk ki semmit. Jó, egy-kettő ilyen lófasz, de... Az úgymond elhanyagolható. Ilyen formában. Ó, oh, illetve megvan a három Wanted poster is, úgyhogy... Fasza. Úgyhogy jók vagyunk. Csak megfagytunk, mint a picse. Nem úgy jók vagyunk. Nem. Kicsit ironikusan. Nem, nem csak viccelek amúgy. Már itt mi? Van valami esetleg? Még mert véget érne ez a csodálatosan színes pálya. Egyébként. Nem nagyon. Hát akkor. Siker! És akkor megnyílt a kövi pálya. Legalább. És mind a tizet megmentettük. Fú, de jó! All Waddle-Dee saved. Egy fokkal közelebb a 100%-hoz. Imádkozok. Vagy mi a fene. Meg új treasure roadok nyíltak meg. Ugye ezek ilyen challenge pályák. Ugye egy adott képességet, vagy ugye az ügyességedet kell használnod. Chakram Cutter. Jó. Ezt lehet, hogy amúgy stream kívülre hagyom, mert azzal balfasz vagyok. Viszont mehet a tornádó. Nyomod. És akkor ezután meg rámehetünk a kövi ilyen nagyobb pályára. Legalább.
Viszont mivel tornádos képességünk van, ezért megpróbálnék valamit. Ja, hogy ez így működőképes, az jó. Át lehet vágni a pályát, vágod? Valamilyen szinten. Nem jó. Áó. Na, át tudtam vágni. Ha már ugye tornádós képesség, úgyhogy szerintem tök jó. Meg picit hamarabb lett meg, mint gondoltam. Meg plusz egy ilyen ritka kővel gazdagodtunk, úgyhogy képességfejlesztést ezt tudjuk nyomni. Majd. Ezt a csakramkáttert hagyom a picsába, vagy lehet, hogy még az utolsó pályáért kitérek rá, még nem tudom. Majd kiderül. Na hát a kivi pálya. Köszi. Hogy? Még mindig aranyos, hogy így sétálgatunk, és annak is van ilyen hangja, hogy úgy mondjam. Oké. Okay. Oké, és... Sumo. Oké. Hát itt nem volt fenn semmi. Jó. Oké. Hopp, az leesett a vízbe, úgyhogy köszi. Aha. Ugye majd lefelé vezet. Szépen sodródni fogunk amúgy az árral. Hogyha azt vesszük. A szobor. Milyen kis vidám zene van alatta amúgy. Elkecseg. Próbálkozott. Na mindegy. Jó. Mondjuk lehet, hogy jó, hogy ezt a képességet meghagytam, mert ezzel gondolom víztetején is tudok szabadon járkálni, nem csak úgymond a tüskék felett, úgyhogy ez lehet egy jó dolog, hogy ezt meghagytam. Ugye ellenfelek is vannak itt. Cseresznye, vagy megy. Kinek mi? Egy kicsit tudom vele lassítani a mozgásomat is amúgy. Hopp! Szia! Legalább megmentettük kollégát. Köszi. Mink ezt az öldet mondjuk fel kéne szedni még. Szóval ja, ez egy ilyen ultimate jó döntés volt, hogy ezt meghagytam. Mert akár visszafele is tudok menni. Hogyha nagyon muszáj. Ó, oh, tonhal. Oké. Okay. Hoppá! Háromszor egyél halat, és ez ugye Waddle Dee-hez kötött. Tehát, hogyha háromszor sikerül, akkor ugye kap még egy ilyen cuki lényeskét sikerül majd kiszabadítani. Jó. Oké. Okay. Én benne vagyok. Ebben kávé volt. Jó. Áú. Csöves. Wow. Tejecske. Nem igaz, csak kukac vagy mi ez. Most már. Elég volt hülyeségekből, köszönöm. Lámpára szerintem, ja, sajnos a lámpára nem tudtam rámenni. Mindegy. Akkor fel a létrára. Már
szerepele, van valami? Jaj, virágocska, köszi. Bazd meg. Oké. Okay. Jól van. Úristen, mini boss! Ja, nem mini bossok ezek. Szimpla ilyen karaktere. Oké. Okay. A kurva kibaszott ennyi. Bocsánat. Mondjuk lehet, hogy már este így megengedhetjük a drágára kifejezéseket, hogy úgy mondjam. Oké. Okay. Technősök nagyon jönnek. Nem szeretnék a vízbe esni amúgy, csak annyi a titka, azért csinálom ilyen körülményesen. Meg nem vagyok allergiás se rá. A rácsok keresztül nem hat. Ezt már tudjuk. De így se. Na, 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 lesz valami? Nem, nem, basszeg. Nem adja magát a kollega, nem adja. Most a jó. Ezek támadni szoktak olykor, csak azért. Meg ugye challenge része amúgy, hogy nem kéne a vizet érinteni. Csak úgy mondom. Hát ez így nem jó. Várj. Még egy kör, léci. De, jó, köszi. Megadja. Megadta! Ez az! Kurva nyátok. Ah, újabb tervrajzot látom. Ah, a bomba képességhez. Azt mondjuk sose használtam. Így visszaemlékezve. Nagyon a játékba. Bár mondjuk egyébként hasznos kis képesség. Ezt azért aláírom. Hopp. Eges kurva anyja. Köszi. Essünk szépen le. Kicsit megmártózunk a vízben. Jó van az így. Ezt jó van. Hopp. Erről van szó. Ó. Ez egy ilyen mellékes járat, ahogy látom. Jók vagyunk. Ó. Oké. Okay. Aha, és akkor itt gondolom majd a csónakkal kell majd haladni gyorsan. Jól van. De még azért körbenézünk. Csak hogy jó legyen. Jó van. Akkor indulhatunk is. Jump! Hát igazából nem vágom, hogy kéne haladni, de mindegy. Gondolom ez időre megy, ne? Legalábbis, aha. Jobbra. Igen, időre megy a kurva anyját. Szerintem itt balra. Középre? Geci. Igen. Erről van szó. Köszi, hello. Erre mi van, ha visszamegyek, mert kíváncsi lennék. Miket hagytam ott? Ha valamiket ott hagytam. Bár nem úgy látszik. Hogy jó van, ez üresnek tűnik amúgy, így egyébként. Jól van.
Csak a másik oldalról lehet, ezek szerint. Aha, ez amúgy is ez meg amúgy is zsák utca lenne, látom. Sajnos. Jó van. Akkor ezek mögött nem volt úgy semmi, akkor ezek szerint. Jól le van. Akkor mehetünk is. Bum, 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 bum. Köszi. Itt esetleg valami... nem nagyon. Oké, hát akkor itt végeztünk szerintem. Jó. Jó tornádó. Köszi szépen. Lehet, hogy inkább lecserélem most a tornádót, bár ki tudja, mi vár még rám a másik oldalon, úgyhogy egyelőre maradjon. Na nézzük. Hopp, egy játék. Egy figura. Oké. Okay. Jó, itt már nincs több sem, itt már nincs semmi, úgyhogy mehetünk is tovább. Nem egy csodás játékban. Itt van egy kapcsoló. Jó. Aha. Oda kéne vinni a lépcsőt. Jó. Akkor vigyük oda a lépcsőt. Jó. Király. Köszi szépen. Köszi szépen. Játék. De jó. Challenge része. Itt az akváriumban lehet látni egy ilyen villogó halat. Ez egy ilyen golden fish. Csak mondom. Föl lehet szedni. Tessék, és megtaláltuk. Köszi! Ez egy ilyen challenge része volt, úgyhogy... ezt ugye ez ugye akkor derül ki, miután ugye teljesítetted ugye a pályát, viszont... mivel ugye 100%-olásra megyünk, ezért... gondoltam, elejét veszem a dolgoknak, aztán legalább picit előbb megvan. Szerintem. Ez nagy köcsögöt kéne elintézni főként most. Köszi. Oké. Erre. Ezt visszaveszem. És akkor beveszik a létrát, köszi. Fall over. Na jó, kap be a faszt. Ah, ott vannak lángoló hordok, úgyhogy lehet, hogy most eldobom a tornádós képességét, és akkor ráteszem a jeget. Ugyebár. Ugye itt van, volt egy jeges képességű kollega. Köszi. És lehet, hogy most átjövök ide. Aha! Ezért lesz jó, jó? Döglődj! Hát ez lefagyott. Szia! Puty! Köszi! Na most már át tudjuk hozni a lépcsőt is. Ez teljesen jó amúgy, szerintem. Szépen átjövünk ide. Erről van szó. Hopp! Halas! Ez ugye pont kell egy másik kihíváshoz ugyebár. Teljesen jó így. Tik, erről van szó. Illetve ott azt hiszem két kapu is van, úgyhogy majd azt is kinyitjuk, hogyha minden is jól megy. Már ott azt hiszem még egy vadoldíj van talán. Ugye meglátszik. Hello! Mindjárt kiszabadítunk, haver, ne foss el. Majd kettő kapcsoló is van, jó? Ó, oh, plusz még challenge rész. Jó, oké. Köszi, hogy jöttél, szia. Na nézzük. Aha. Jól van. Sőt, ezt indítsuk meg. Pak. Ja igen, még olyan feature is van a játékban, hogy ugye mivel jéggel vagyok, ezért tudok a vízen is közlekedni, úgyhogy ez nagyon kis cuki tartozék. Meg minden.
úgyhogy... Meg ez legalább nem időre megy, mint az előző, úgyhogy... Ez mondjuk jó benne. Hopp, ott van egy hal. Bezzeg, nem kéne. Erről van szó, köszi. Meg is van a három. Nem jó. Beszippantod, geci. Kurva anyját. Aha. Ezt aktiválom, akkor lejjebb megy esetleg a vízszint. Jó lenne tudni. Nem ment lejjebb. Csak a továbbvezető út lett meg. Igen. Hopp, energiaital, köszi. Kicsit még azért itt körbenéznék, mert ez túl ez gyanúsan üres ez a szoba, csak azért. Már ne? Nem tudok fölmenni. Pedig azt hittem, hogy igen. Szegény Girbi már izzad. Nem nagyon. Na mindegy. Akkor ez lehet, hogy benéztem ilyen formában. Na nem baj. Fagy leköcsög. Szia. Puty. Nem baj, jók vagyunk még. Egy kapcsoló. Várjál, bazd meg. Oké, ez ki fogott robbanni. Jó, majd arra menjünk tovább. Majd. Itt van egy vadoldi. Ah, ott van a kapcsoló a szélén. Fú, de jó. Pont látszódott. Ó, ezek platformok már. Jó. De jó. Akkor legalább nem a vízbe kell szarakodni, hanem itt is végig tudunk menni. Úgy tűnik egyet kihagytam, valahol. Hogy hol azt ne kérdezd például, mert azt nem vágom. Hogy hun maradhatott el egy. Na mindegy, majd szerintem visszatérek akkor ide is. Maximum. Jó. Legkomolyabb csövek. Jó. Nem tudom úgy, hogy hol maradhatott el egyébként. Na mindegy, legalább meg vagyunk ezzel a pályával is akkor már. Juhú! Sutty. Így is van. Hát egyet útközben akkor elhagytunk. Na mindegy. Majd visszajövünk érte. Traffic Cone, ebből van ma három. Jó. Esetleg egy újat találtunk-e most? Nem. Na mindegy. Hát, hogyha nem is az összeset, de elég sok vadoldít sikerült azért megmenteni. Egy híján az összeset. Jó. És van elég ahhoz, hogy ugye ebben a világban, úgymond ebben a térségben ugye a bosszal is megmérkőzhessünk. The Tropical Terror. Jó, köszi. Erről van szó. Oké, közben gondolom megnyílnak az ilyen treasure roadok, jó. Akkor szerintem én azt csinálom, hogy visszamegyünk a városba szépen. Alszunk egy jót, és akkor utána menjünk neki majd a jó fej bossnak, úgyhogy... Hogy? Köszi! Jaj, meg ugye bevihetjük ugye a tervrajzokat ugye a fegyverbódba. Úgyhogy... Ezt tegyük meg. Meg hogyha szerintem lesz elég úgymond ilyen ritka kövem, akkor ugye fel is tudjuk őket fejleszteni ugye a második szintre, hogy úgy mondjam. Csá! Nyústok, jó. Jó, Tornado Ability. Jó. Oké. Okay. Mert ugye ezek új képességek.
Igen, találtunk felrajzot, jó. Kezdett az evolúció. Meg ilyenek. Chain Bomb. Jó. Ugye azokat tudjuk egyelőre akkor fejleszteni. Ahogy látom. Jó. Szerintem van annyi nyersanyagom, úgyhogy... Aha, 10 kövem van, szerintem abból simán. Fussa. Már-e Evolve? Aha, 2-t igényel. Meg ugye 500 pénzt, úgyhogy mehet is a fejlesztés. Még hogyha nem is használom. Túl sűrűn. Chain Bomb. Oké. Okay. Köszi. Már-e leteszteljük itt az oldalsó szobába, hogy mit tud. Ugye, simán bombát tud ledobni, ugye? Ugye, berobbantja a kollégát. Illetve, hogyha nyomva tartod a gombot, akkor külön célozni is lehet vele. Így. Illetve, hogy láthatjátok, hogy itt láncba hogy össze lehet ugye fűzni a bombákat is, tehát, hogy... Így például. És ez mondjuk amúgy eléggé hasznos, úgyhogy... Jó, hogy megvan. Ez a része. Illetve akkor fejlesztjük már a tüskét is. Cutter Needle. Ha már van elég nyersanyag meg lóvé hozzá, úgyhogy mehet is. Ez meg ugye nagyobb is, ugye mint az előző. Hát a sebzést nem mondanám nagyobbnak amúgy. Alapvetőleg, de hogyha nincs más, akkor ez egyébként teljesen jó kis képesség. Hogyha úgy van. Illetve, hát ugye ez nekem a kedvenc, személyes kedvencem, ugye a Kardos. Majd a későbbiek folyamán láthatjátok, hogy miért annyira. Illetve izé is jó egyébként a tüzes, tehát ez is nagyon jó kis képesség. Illetve, ha már kedvenc képességek, szerintem ez a Ranger is szerintem teljesen vállalható, úgyhogy... Ez is ilyen kedvelni való dolog. Vagy mi fene. Jó van, akkor ha már Rangerrel vagyunk, akkor szerintem ezt hiszem majd magammal. Ugye a boss pályára. Meg szerintem a továbbiakban is. Ó, 85-öt. 85 vadoldit már meg is mentettünk, hogy ez teljesen jó. Oké, oké. Az életerőnk is nagyjából tele van, úgyhogy mehetünk rá. Köszi. Nyomod. Ezekből a Treasure Roadokból meg talán egyet-kettőt majd megcsinálok majd streambe is, a többit majd streamen kívül szerintem. Főleg ezt a Cuttert, meg ezt a Stairs Mouth-ot, mert eléggé rákos helyenként, eléggé rákosak helyenként ezek a dolgok. De hát majd látjátok, hogy mizu. Meg minden ilyen csodálatos dolog. Akkor mehet a boss. Hello. Jó kis paradicsom. Mondjuk úgy tűnik mégiscsak volt egy kicsi hiány az életerőbe. De Rangerrel legyőzzük, akármi is vár ránk. Bár mondjuk azt hiszem ilyen faszerű lény van. Mindjárt kiderül. Megvagytok srácok, megmentünk titeket. Vagy mégsem? Ez olyan egyszerű. Hát ja, egy konkrétan egy fáról van szó. Jól van. Tropic Woods. Meghalsz, köcsög! Teljes erős lövés, köcsög! Rohadjál meg! Még az a baj, hogy ez a Ranger simán egyébként kicsit sebez amúgy. Illetve lehet dodge-olni, mint az előbb is láthattatok. Még ez picit tovább tart majd így.
hogy amúgy jobban járok amúgy, hogyha simán csak a csillagokat használom. Még nem tudom, mert tényleg nem sokat sebez rá. Anyád, közben dobálja a gyümölcsét, amik robbannak, érted? Már csak dodge. Ez az. Ja, dodge közben is lehet. Hogyha tökéletes a dodge-od, akkor pluszban még tudok lőni. De jó! Oké. Okay. A kerítést is tud maga köré húzni, aranyos kifejezetten. Hoppá! Gyökért sikerült megölni, vagyis egyet elpusztítani. Pontosabban. Akár hogy a rácson keresztül ugye nem megy a lövés. Oh. Ez a pisztolya nem sokra megyünk, úgyhogy bocsi. A legközelebb. Dobálja az őtségeit, gyümölcseit a köcsög. Én az a... azaz. Köszi. Au. Köcsög. De jó, hogy felugrottam. Pont elpattant a rohadt kurva anyját. Gyere! Oké. Okay. Erről van szó. Köszi! Na, legalább sikerült megmenteni a barátokat, meg minden. Ó, és blueprintet is dobott, de jó. Tervrajzot. Ez mi ez? Noble Ranger Blueprint. Aha! Szóval ez egy... a puskás képesség lesz. Képességet tudjuk majd fejleszteni, jó? Legalább visszaérünk, akkor azt is tudjuk majd nyomni. Jó. Aha. Úgy is teljesíteni kell, hogy nem használunk képességet. Jó. Akkor a streamen kívülre marad. Bár... végig is megpróbáljuk most is úgy. Ha már itt vagyunk gyorsan, még egy ránt lenyomhatunk úgy. 4/7, jó. Ting. Teljesítve. Ja igen, most visszamegyünk a városba, mert talán most ugye sok Weddle-Deed sikerült kiszabadítani. És akkor talán új épületeink is lesznek. Ugye kiderül. Ja nem, csak le kell adni ugye a tervrajzokat majd. Jó. Oké. Okay. Ó, és megjelent egy ilyen diplomasapkás, jó. Wise Weddle-Dee megjelent a városban, aha. Tippeket ad azzal kapcsolatosan, hogy hol találhatod ugye a tervrajzokat, illetve egyéb más dolgokat. Jó. Köszi. Szia. Wise Weddle-Dee. Jó, oké. Aha, felfedezetlen blueprintekről ad infót, hogy hol vannak. Jó, köszi. Aha, aha. És hogyha online vagy, akkor ugye egyéb más infókat, ugye? Jó. Most nem használunk online-t, köszi. Úristen, összesen már 5800-at gyűjtöttünk. Jó. Ugye lehet védekezni, illetve dodzsolni is, ugye azt is mondja. Hát köszi a tippeket, azért jól van. Köszi. Fejlesztjük a Ranger-t, én azt mondom. Illetve majd mehetünk vissza ugye a Tropical Woods pályára. És akkor megcsinálhatjuk a további challenge-eket, ha már ugye 100%-olok. Bocsa, hogy ilyen sokszor elmondom, de magamban is tudatosítom, hogy mit művelek. Tehát, hogy éjtitek. Akkor irány a fejlesztés. Ugye ilyen szempontból ugye a power az viszont
power az ugyanaznak tűnik, viszont gyorsabban tudsz lőni, úgyhogy ezért szempont, ebből a szempontból előnyös, hogy ugye fejlesztve van a dolog. Minden ilyen csodás. Megkalapálja, az kész van. Ez jó idő. Juhu! Meg is van a Noble Ranger. Na, ez talán cuki. És ahogy látom, dupla fegyver. Ugye leteszteljük. Milyen kis izéje van. Szőr van a tetején. Na mindegy. Ja, dupla fegyver. Aha, dupla fegyver. Jó. Akkor ezért gyorsabb ugye a Rapid Fire, mert ugye dupla fegyverünk van és azzal lövünk. Konkrétan, de amúgy fegyver erőssége az szerintem ugyanaz. Hát egy fokkal erősebb, mivel ugye dupla fegyverünk van. Ez mondjuk hasznos. Köszi. Köszi szépen, köszi szépen. De én azt mondom, hogy aludjunk egyet és menjünk vissza arra a fás pályára. És akkor megpróbáljuk ability nélkül, tehát így pusztán Kirbyvel legyőzni ugye azt a fát. Úgyhogy... Suty, mehet egy alvás, egy szépítő jellegű. És akkor mehetünk vissza. Köszi! Aha, 89. Jó, akkor mehetünk is vissza. Köszi. Meg gondolom, meg ugye mutatja majd, hogy milyen pálya, milyen világ lesz majd elérhető a következőkben. Azt hiszem ugye vidám parkos lesz, hogyha jól emlékszem. Aha. Igen, igen. Akkor irány a vidám park. Juhú! Vondária. Nagyszerűen hangzik. Oké. Okay. Köszi. És ugye az első pálya. Üdv Vondáriában. Jól van, köszi. De előtte még kezeljük ezt a fát képesség nélkül. És akkor ugye remélhetőleg a többi is úgymond felfedeződik, hogy úgy mondjam, hogy mit kell majd csinálni. Hogy ugye a többi vadoldít is kiszabadíthassuk. Köszi a tomátot. Képességek nem kellenek most. És hát nézzük meg, hogy képességek nélkül hogyan fogunk boldogulni a facsemete ellen. Sogy. Ezt lépjük csak át. Ha már challenge run van, ugye. Hopp, ennen el kéne mondjuk ugrani. Köszi. Na. Erről van szó. Azaz. Mondjuk speedrunt nem fog belőle csinálni. Ez tény mondjuk. A nagynál inkább ugrok, az a biztos. Áú, az pont elpattan sajnos. Puty. Hát ez meg szar volt. Áú, bazd meg. Geci.
baj. Au. Életveszteség nélkül mondjuk nem lesz meg. Nem lett meg, de... Talán ugye ezután meg lesz majd az is, hogy ugye mit kell még továbbiakban csinálni. Jó van. Azért sikerült. A blueprint az ugye megvolt, jó. Nem használtunk képességét, és akkor ugye úgy is sikerült. Ez nagyszerű. Igen, az megvan. Aha, 2 percen belül kell legyőzni a kollégát, jó. Akkor viszont ugye használtunk képességet, ugyebár. Úgyhogy vannak ezek a kis trikkik benne, hogy úgy mondjam. Kösz. Akkor szerintem rámenjek a Vulcano Fire-re, mert volt itt egy olyan Treasure Road, azt hiszem itt van. Aha, Vulcano Fire. És akkor ezzel majd, ezzel a képességgel, amit most fogunk használni, visszamegyek akkor az izéhoz. A fához, hogy úgy mondjam. És akkor ugye 2 percen belül ugye ezzel a képességgel legyőzhető amúgy. Mert ugye elég csak párszor ugye rámenni. És akkor ugye ez folyamatosan sebzi akár ugye a karaktert. Au. Oké. Mondjuk csak plusz pénzt ad egyébként a... ez a szar, hogyha sikerül. Úgyhogy... igazából kurvára mindegy, hogyha időre teljesíted, avagy sem, úgyhogy az úgymond nem számít bele. Aranyos, mondjuk. Talán sikerül időre. Au. Az irányt nem mindig sikerül amúgy eltalálni. Sajnos. Köszi. Így is jó. Juhu. Meg vagyunk. Köszi. És akkor legalább újabb követ szereztünk. És akkor ezzel majd tovább tudunk menni. Mármint lehet, hogy vissza kell menni a városba, mert nem marad nálunk. Aha, nem. Hát sajnos nem. Akkor lehet, hogy gyors visszamegyek amúgy a városba. Waddle Dee Town-ba. És akkor gyorsan még megcsináljuk azt a részét ugye a challenge-nek. Köszi. Adjuk fel a tűzképességet. Szia. Jöttem ezért. Köszi. Vulcano Fire. Cuki. Meg mondjuk ehhez még nem találtunk terrorizot. Na nézzük, a tűzképességgel vajon meg lesz-e 2 percen belül. Úristen, micsoda izgalmak, mindjárt bepisálok. Hadd menjen. Mert ez ilyen szempontból ugye ultimate képesség ugye a jég mellett. Mert hogyha azt sokat használod ugye az ellenfelnek egy idő után megfagy, és akkor plusz sebzés nyom rá. Ezt meg hogyha folyamatosan használod ugye az ellenfeleken, akkor plusz sebzés nyom rá, mert elkezd ugye lángolni. Ilyen formában, úgyhogy ez azért is hasznos. Thank you.
Na, már csak az volt a dolgunk, hogy lebegjünk. Konkrétan. Jó. Jó van, akkor ugye a képesség nélküli harc is megvolt. Meg ugye akkor megvolt ugye a kvázi ilyen time limites harc is, hogy ugye 2 percen belül kell legyőzni. Jó. Oké, kövi. Aha, és akkor itt van a no hit run, tehát hogy kvázi sebzés nélkül kéne legyőzni. Szerintem maradnék ennél a karakternél, és akkor majd lehet, hogy újból kezdjük, és akkor jobban odafigyelek majd a támadásaira. Viszont, még mielőtt ennek ne kiveselkednénk, meg majd ugye az új pálya résznek, lesz egy kis szünet, és akkor mindjárt jövök vissza, folytatjuk majd a játékot, úgyhogy pár perc is itt vagyok.
meg minden. Lehet is tovább, hello. Na nézzük azt a no hit run-t. Hogyha minden is jó megy, akkor meg lehet. És utána megnézzünk pár pályát még ugye az új világból, az ilyen vidámparkos felállásból. Megnézzük. Köszi. Ezeket átugorjuk, mert egyébként ugyanaz lenne végig, az átvezető ugye. Nem kéne sebződni. Robbanós citromokat elkerüljük szépen okosan. Aha, nem. Ezt akkor újra. Már ilyenkor, hogyha ugye bekapod a sebzést, akkor már nem jó. Úgyhogy szépen megpróbáljuk újra. Csak hogy jó legyen. Meg ugye itt mindig van ugye ilyen tomátó. Úgyhogy ezzel ugye alapból is maxos lenne az életerőt, hogyha kevés is van. De ez ugye heal-el. És ugye a sajátomat akkor nem kell felhasználni legalább. Úgyhogy tudunk nyomulni szépen okosan. Csak hogy jó legyen. Oké, tudjuk. Köszi. Egyelőre ez itt jó lesz. Most lesz a nagy, ugye? Hogy van? Meg is van a no hit run. Köszi szépen, köszi szépen. És akkor legalább úgymond ez ennél a bossnál is ki van mentve az összes vadoldi. Jó. Jó, blueprint, oké, és... Ja. És akkor így meg is vagyunk ezzel. Itt akkor meg van mentve az összes. Meg még ugye egy korábbi pályán maradt ki egy darab. Ezt meg majd utólag rendezzük majd streamen kívül, úgyhogy nézzük, hogy mi vár ránk ugye itt az új világban, meg ugye ebben a vidám parkos világban, úgyhogy amennyire emlékszem rá, nyilván teljes mértékben ugye színes volt, meg minden, meg izgalmas, úgyhogy nézzük. Juhu! Teljesen jó amúgy, mit akarsz szerintem. Vagy legalábbis szerintem, nagyon is jó. Felgyújtjuk a kutyusokat, szia! Köszi!
szépen itt körbenézünk. Oké. Okay. Jó. Nézd, már kis kacsa is van. Hello! Mizu? Ja, jön utánunk. Jó. Oké. Okay. Ahogy gondolod. Ja, ide is be lehet mászni, jó. Nem tudom, ennek mi értelme volt, de valami biztos. Hopp, itt van még egy kis kacsa. Hello! Neked anyukád hol van? Ah, ott van. Azt hiszem középen az a fehér. Jó van. Akkor megkeressük a kis kocsókat. Jó, popcorn, szia! Te is anyukádat keresed? Mindjárt elvezetlek hozzá titeket. Jó. Vannak még rossz arcúak. Ó, ott is van egy katya. Gyere csak! Anyukád nem várt titeket? Hello. Hú, bazd meg. Szegény katyák el, megijedtek. Gyertek csak ide. Gyertek csak ide. Én ide beállok. Hallják meg, hogyha nem. Hopp, hopp, hopp. Juhú! Közös kép. Cuki nagyon. Mindegy. Az igen, dobja tortát, szendvicset, hambit, mindent. Pézeket. Na itt van a mamátok. Hello! Juhú! Ja, nincs meg az összes, ami kellene egy, nem? Akkor ezek szerint látom. Jó. Alól csak itt van ez a... Ah, itt van. Elkódorgott. Gyere csak! Mamád vársz. Gyere csak, gyere, gyere, gyere. Gyere, gyere, gyere. Juhú! Teljes a kacsa család, jó van. De jók vagytok. De mindegy. Legalább ez is megvan. Na, csöves madár. De mindegy. Juhú. Legalább akkor ők együtt vannak legalább. Ugyan, akkor menjünk tovább. Vondária, gondolom azt jelenti. Janeti. Úristen, óriás nyúl! Föl leszel gyújtva, köcsög. Vagy mi fene? Ez meg ilyen stand. Ugye ez egy ilyen posztapokaliptikus világszerűség egyébként, ahol ugye a természet visszavette ugye a társadalomtól itt a dolgokat. Ha, ezeket nem lehet főrobbantani. Vagy gondolom nem ezzel az elemmel lehetne. Legalábbis én azt gondolom, aztán ki tudja. Köszi. Repa, köszi. Erre le tudok menni? Nem. Jól van. Oké. Aha, itt pont jó vagyok. Hogy látom. Kés, várjál. Nem tudok arra lemenni. Sajnos. Na mindegy. Köszi. Ó, jeges. Azt lehet, hogy inkább átváltunk arra majd. Kocsi, köszi. Erről van szó. Ó, szóval nem csak a vizen, hanem ezeken a dagonyákon is tudok menni, ugye jeges képességgel át tudok rajta csúszni. Ez jó, mert ilyen szempontból akkor megkörnyíti a platformer részeket ezen a részen. Nem fog belefulladni a dagonyába. Ezekre gondolom még már nem hat. Ezek nagyok. Ott van egy kapcsoló. Oké, és... Pocs. Ó, oh, kollega. Mindjárt kimentük. Ó, oh, de jó. Időre megy. Kurva anyád. Szerencsé, ilyenkor egy picit leáll az idő. De, megmentettük. Hello. Hopp, van valami. Játék. Juhu.
Legalább teljes lehet a gyűjteményünk majd. Jó van, anyád se szeret, köszi. Köcsög nyúl. Amíg az A6-ra rá... jég. Há! Csövi. Hopp. Kösz, hogy jöttél. Hopp, 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 hopp. Lehet, hogy itt amúgy elhagytam még valamit, azért itt még körbenézek, hát ha. Körbe korcsolyázzuk a terepet. Köszi. Juh. Majdnem beleszaladtam. Nem jó? Uff, épp vagy. Hát jó, itt már jók leszünk. Talán, illetve akkor tovább is tudunk menni majd. Jól van. Oké. Hopp, ide bejövünk, köszi. Ott lesz majd még egy kapcsoló. Sutty. Ó, kinyílt egy ajtó. Oké, és... Banon! Köszi. Nem tudom, hogy amúgy erre kell-e tovább menni, vagy egy challenge pálya jó lenne. Hogyha... Aha, ez nem jó. Na, van, akkor ide is visszajövünk majd akkor legközelebb. Köszi, köszi, köszi. Jó kis hotdog. Szóval akkor az alsó volt a challenge pálya, nem a felső. Oké. Okay. Van itt fánk, szalonka. Jó van. Akkor irány hullámvas utazni. Juhú! Mehetünk is. Nyomod. Lehet össze-vissza dölöngélni, jó. Gyorsulunk, ugye? Csoki. Köszi. Játék. Juhú. Ú, de gyors, bazd meg amúgy. Au. Kurva szed. Uff. Banon. Au. Azt mondjuk pont elhagytam. Sajnos. Várj, lehet retrizni, jó. Nyomunk egy retrit. Köszi. Már ugye egy játékot kihagytam. Hello. Mert újra a hullámvas utazás. Na mindegy, majd visszajövök érte. Majd mindig elhagyom, bazzeg. Na jó, még egyszer megpróbálom. Már ezt főszedjük. Még egyszer utoljára megpróbálom, mert bal oldalt van. Aztán azt nem jegyeztem meg, hogy ugye a végén van ugye bal oldalt az a plusz játékszerűség, amit majd aktiválok.
úgyhogy... Mert még egyszer, csak hogy jó legyen. Szóval ez nem játékot ad, hanem az ottani ajtót nyitja ki. Aha, értem. Jó. Nem baj, legalább erre is rájöttünk, úgyhogy... Plusz egy. Ráadásul sorrendben, úgyhogy jók vagyunk. Egyenlőre. Várjál, szóink. Pak. Köszi szépen. Akkor mehetünk is tovább. Na, na, na. Csak sikerült. Becsúszni. Komoly platformozások körkörös irányokba. Juhu. Szerencsére rájuk is a fagysebzés, meg hogyha ugyanolyan elemműek is, mint ugye most jelen esetben mi vagyunk. Ó. Oh. A kurva kibaszott. Nyered. De csöves vagy. Takarodj innen. Ah, itt nem volt szerintem már semmi. Bár. Nem volt lukas valamelyik járat. Itt oldalt. Azt akarom most úgy mondjuk megnézni. De láttam, nem nagyon. Szemét. Jó. Semmi. Oké. Köcsög nyúl. Dögölj. Köszi. Kocsolhatunk tovább? Az igen. Mondjuk ez elég gyors ez a fönti. Ráadásul nem is mindegy, hova ugrok, ahogy látom. Szépen itt haladjunk. Aha, ott van egy játék, az kéne. Köszi, meg ott van följebb egy kapcsoló is. Jó. Köszi. Tik. Aha. A kollégát kéne majd kiszabadítani, igen. Köszi. Három. Nagyszerű. Sogy. Pak. De jó. Hopp, ott valami még vidít. Ah, popcorn. Azt hiszem. Na mindegy. Lesznek ilyen érdekesebb részek, ahogy látom. Hogy szétbaszta nekünk legalább. Víz, okés. Be tudjuk kapni a vizet, és ugye kvázi ilyen vízszájúvá tudunk válni, és akkor gondolom ezt a sár réteget tudjuk majd ugye megtisztítani. Aha, igen.
Egy határozott igen válasz. Legalábbis ahogy emlékeztem rá, mert nem voltam benne biztos. Nem mostanában játszottam bele csak azért. A Pong. Tudok vele ugrándozni is. Itt arra oldalt nem lehet ráugrani. Nem tudom. Mindjárt megnézzük. Kocsögök. Virágok. Oh. Meg lehet őket öntűzni. Öntözni. Aha, jó. Hogy? Hogy? Úristen, de jó. Kis lavetta. Köszi szépen. Elesztük le egy picit. Nézzük, hogy itt oldalt van-e esetleg valami, mert mintha lett volna. Bár. Ah, nem úgy tűnik, sajnos. Akkor mindegy. Itt van esetleg valami, bármi. Nem nagyon. Jaj! Viszont ugye létrát mászni nem tudunk felpuffadva. Hogy úgy mondjam, úgyhogy... Igazából felesleges lenne beszippantani a vizet most. Úgyhogy ja, létrázzunk. Hopp! Erről van szó. Köcsög nyúl, rohadjál ki! Fúj! Mondom, oldalt is lesz ilyen vizes lófene. Majd kiderül. Erről van szó. És akkor talán... Mondjuk ezek elektromossággal működnek, úgyhogy lehet, hogy vízzel ki tudjuk őket basz... Aha, igen. Bejött, szerencsére. Köszi. Hehe, köcsögök. Esznek víz. És akkor vizessel fölugrunk szépen. Legalább ezzel így föl lehet még ugrani. Jól van, cseves nyúl. Anyát se szeret. Tudj. Bocs. Van ott, volt ott egy platform oldalt, ami lejjebb visz. Jó. Akkor menjünk le. Aha, ott van a 8. virág. Hopp. Köszi szépen, köszi szépen. Ó, és blueprinted is adott, ad. Tervrajzot is, ez nagyon jó. Ilyen formában. Teljesen jó. Hát ugye ez a 3D-s platformjátékok varázsa. Hogy bárhonnan lehet ilyen titkos helyeket előrántani, hogy úgy mondjam. Toyhammer Blueprint, aha. Kalapácsfejlesztés, jó. Nagyszerű hangzik. Az jó mondjuk. Jó van, köcsög nyúl, anyát se szerette, cseves. Amúgy. Csúszszál, köcsög. Hopp. Hát ez nem zavarja, hogy sárba van. Hülye csövest. Na mindegy. Legalább van víz, úgyhogy azt szépen fel tudjuk szippantani, hogy úgy mondjam. Köszi. Szökőkút, nagyszerű. Juhu! Király. Nagyszerű. Hopp. Jó ideje, akkor itt mind a négy megvan. Amik úgymond el voltak rejtve.
Na, na. Most a jó irány, most van a jó irány. Kurva jó. És hogy? Ah, és itt tudunk feljebb menni. Nagyszerű. Köszi. Akkor meg is vagyunk. Legalábbis ezzel a pályával, és talán nem hagytunk ki semmit. Juhu! Ha, Lost Ducklings, igen. Mi maradt ki? Aha, enjoy the view from the top of the rocket. Aha! Szóval a rakéta tetejéről körül kell csak nézni. Jó, akkor csak ez maradt ki. Jól van. Blade Knight, oké. Ez megvolt már. Cutter is megvolt már. Hát akkor nem... Talán nem... Gabon is megvolt már, jó. Akkor ezek szerint nem találtunk új ilyen játékocskát. Na mindegy. Oké. Ez az. Ó, a verseny is lesz. Teljesen kimaradtam, úgy. Verseny is van. Ting. Meg is vagyunk, hopp. Újabb challenge pályák. Egyből kettő. Jó. Már gyorsabban is tudunk menni. Oldalt azért végig nézelődök. Ah, itt már este lesz. Jó. Hopp, mert a search. Search. Újabb treasure road. Ija. És ez milyen? Pipe mouth. Jó, ez más lesz. Mert a search. Oké. Hammer treasure. Jó. Oké. Ez pedig needle treasure. Jó. Hopp, mert egy search. Ah, itt is challenge pálya, ahogy látom. Jó. Oké, az meg ring mouth. Jó. Hát végül is ezekre is rámehetünk majd. Bár inkább először rámegyek majd ugye erre a főpályára, és akkor ugye minél több főpálya van meg, annál több ugye Treasure Road várik elérhetővé majd, úgyhogy nyomhatjuk azzal. Hopp! Na, hogyha sort akarod rendezni. Ja igen, és ugye a kocsit be tudjuk szippantani, hogy úgy mondjam. Szippantani. Komoly popcornok, illetve mehet a verseny. Ha már autók vagyunk. Juhu! Hát akkor induljunk azt meg akkor. Már csak 25 szek az aranyérem, ez is térem 40 szek, bronzérem 1 perc, jó. Hát nézzük meg mire megyünk. Turbo! Nyomott köcsög! Puty, puty! Szarjál le mindent, menj előre, azaz. Puff, puff, puff. Nem tudom mennyi az idő. Ez az! Úristen aranyérem, bazd meg! 22 szek! Ez az! Jó, de jó. Juhú! Juhú! Király. Nem, tök menő ez a versenyjárgány amúgy. Na mindig. Lehet, hogy már nem megy, de... Az egy jó volt. Akkor menjünk is tovább. Jó. Kaja, egy kis pénz, meg ugye valódi. Szia. Juhu. A bombások. Ahol látom. Gyere csak. Jó. Hopp. Hehehe, szépen tovább ment. A sündisznóval vigyázni kell. Csövesse. Csöcs. Köcsög. Jó, akkor mehetünk is tovább. Nagyszerűen. Aha. Itt mondjuk lehet, hogy tényleg jobb lenne ez a bomb.
bomba képesség, bár az a baj, hogy ezt meg nem sűrűn használtam, úgyhogy... Hát figyelj, legalább beletanulok, vagy nem tudom. Majd kiderül. Hát mondjuk működőképes amúgy, nem arról van szó. Illetve még oldalt is azért körbenézek. Hopp! Szávas csöves, köszi. Illetve a padon itt, mint ahogy világított volna valami. Aha, igen. Így legkomolyabb sült krumplik, pézek. Köszi. Aha, itt van egy fal. Erről van szó, játék, ilyet is. Hát olyan, ami még nincs meg nekünk. Hogy itt az a fontyos főként. Aha, jó. Itt erre semmi nincs, jó. De jó már. Hát ja, meg kell találni a megfelelő pontot, hogy úgy mondjam. Király. Akkor legalább a challenge pály is megnyílt. És szépen arra felé tovább tudunk menni. Oké, és... Hát igen, ugye itt a bombás megoldást kell alkalmazni. Hopp! Ott van, bazd meg! Elsőre, köcsögök. Csak viccelek nyilván. De amúgy tényleg ahhoz képest, hogy nem használtam, eléggé meglepődtem. Meg tudtam csinálni. Így, legkomolyabb pénz. Kincs. Invisible candy. Halhatatlan leszek tőle. Nyomod. Gyors vissza. Nyomod. Gyertek, buzik. Faszok, kurva anyátok. Túr! Haha! Nagyszerű. Legalább sikerült. Na nézzük csak, lehet, hogy itt fönt még lehet valami jó. Megnézzük ezeket is, mert hát ha ezt a játékot ismerve amúgy, lehet, hogy még itt is el van rejtve valami amúgy, ami aktiválhat valamit amúgy. Köszi. Na mindegy. Úgyhogy szerintem tényleg már végezhettünk. Jó, akkor mentünk tovább. Lehet, hogy most tűzzel megyek, inkább. Köszi. Már ezeket fel tudom robbantani, mindjárt kiderül. Nem. Ó, bazzeng. Boss! Kurva nyed. Uff. Vagy mini boss, jobban mondva. Fölgyújtom a segget, köcsög. Ennyi vagy. Ennyi vagy! Mondjuk a kardot lehet, hogy amúgy felveszem inkább. Az úgyis már rég volt nálunk. Úgyhogy most egy picit kardozgatni fogunk. Jól van. Hopp, blueprint, köszi. Óriás kard. Jaj, de jó. Oké. Akkor legalább a kardunk is kard is erősebb lehet. Erről van szó, köszi. Nézzük meg, hogy itt mi van fent. A játék. Pop, 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 pop.
Köszi. Itt esetleg. Igen. Rendesen végig kell ugrálgassak. Csak a jó legyen. Másik ilyen részen. Bírt ki még Kirby, bazd meg? Á, nem bírta ki. Köszi Kirby. Mindegy, akkor megint körbe. Már csak akkor lesz megfelelő az úgymond magasságunk. Itt esetleg van valami? Semmi. Azt hittem, hogy itt még lesz pluszban valami, de nem volt. Na mindegy. Legalábbis nem nagyon láttam semmit. Pedig mintha itt lett volna valami. Emlékeim szerint, de lehet, hogy csalatkozik. Majd kiderül. Majd a végénél. Hopp, még egy versenyzős rész, köszi. Oké, és itt 50 szek az aranyérem. Jó, hát talán sikerül elsőre. Megnézzük. Irány-darány. Mehet a turbó. Nyomod köcsög. Legszűkebb kanyarokkal vegyük be. Az a baj, hogy közben úgy nem írja az időt, tehát hogy mármint verseny közben. Ami így meg lelassul ugye a Verde ilyenkor. Miközben beleragadunk a mocsokba. Az a baj, nem tudom, hogy tényleg mennyi az idő. Mármint úgy értve, hogy mennyi az idő, hogy mennyi a menetidőnk, ahogy, amivel megyünk. Ugor, bazd meg! Gyerünk, 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 gyerünk! Bazd, 1 perc 3. Ez csak ez is térem, az a baj. Jó, akkor ez azt jelenti, hogy újból kell csináljuk. Jó, akkor mehet a retri. Aha, 1 perc 3. És 50 szek alá kéne tolni. Jó! Akkor meg is van a challenge, mehet is újra. Fasz. Még ezek nagyon máker körök amúgy. Aztán nem ugrom át. Bazd meg! Bazd meg, megakadtam! Román kurva anyját. Szerintem így már nem lesz meg amúgy. Tehát majd kiderül. Kösz a kaját. Gyerünk, 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 gyerünk! Bazdmeg, ugyanaz az idő, hát hogy a faszomba amúgy? Lehet, hogy tényleg amúgy nem kell, nem kéne megakadnom sehol, vagy felakadnom sehol. Lehet, hogy itt az volt a baj, hogy fellakadtam. Előző alkalommal ugye kétszer, most meg csak egyszer, de felakadtam. Ugye ezt akadás nélkül kéne megcsinálni, mit tudom én, hogy belemegyek abba a fekete lófaszba, meg a rácsokba fennakadni, ugye? Közben megyek. Úgyhogy indulhatunk tovább. És itt hát újra. Mert a boost.
Bazd meg! Csoda bazd meg, hogy túlélem ilyenkor. Ne akadj meg, bazd meg a kurva anyádat! Jó, akkor ebből retri lesz majd akkor. Most látom. Picsába vele, pedig azt... Pedig azt hittem, hogy ez egy jó kör lehet még. Hát sajnos így nem. Mindegy, akkor retri, akkor lesz még egy retrink. Legalábbis nagyon remélem, hogy ezen kívül már csak egy, kell, egy fog majd kelleni. Hát igen, így az idő is szarabb lesz, igen. Jó 6 szekkel. Ugyebár. Amikor játszottam, ugye amikor megjelent a játék, akkor azt hiszem, hogy ezzel a pályával sokat szívtam. Vagyis hát ezzel a résszel, jobban mondva. Úgyhogy erre de határozottan emlékszem, hogy ennél a versenynél, vagy ennél a speedwaynél ugye geci sokszor kellett megcsinálnom, hogy ugye aranyérmes lehessek, és ugye meg legyenek a vadoldík. Mert ugye azért kell ugye a jobb idő. Meg ugye hamar beérni, hogy ugye a vadoldíket megmentessük, mert csak akkor kapod meg. Hogyha ugye úgymond aranyidőt futsz. Tehát 50 szek alatt van az időt. Geci! Majdnem leestem, bazd meg! Kecsegek! Jó. Gyerünk. Bazd meg így meg 1-2. Érted? Hogy a faszomba? Na mindegy. De ez az idő legalább progressz az 1-3-hoz képest, úgyhogy... De sajnos így sem vagyunk előrébb, a büdös kurva anyját. Na mindegy. Próbálom kicsit szűkebbre venni akkor max a kanyarokat, úgyhogy lesz még pár try. Úgyhogy hadd menjen, ha már itt vagyunk. Meg időnk, mint a tenger, úgyhogy... Már is. Szerintem még kétszer megpróbálom aztán, hogyha esetleg nem, akkor majd visszatérek rá streamen kívül. Vagy... Ha úgy van. Bazd meg a kurva anyját. De mindig csak... De legalább most már csak egy perc... De legalább most már egy perc alatt vagyunk. De ez még mindig nem elég, bassza meg. Mert ugye 50 szek alá kell vinni. És ugye hát 59 szeknél vagyunk, úgyhogy... Mehet a try! Nyomod!
Na jó, még egy tryt lenyomok, ezen kívül. Na jó, még kettőt. Aztán, hogyha nem lesz meg az első hely, akkor ezt majd streamen kívül hagyom, hogy legalább haladjunk is, nehogy egy szakaszon álljunk meg. Úgyhogy még két try ezzel együtt, és akkor mehetünk tovább. Jó, van ebből lesz akkor még egy try, köszi. Pluszba. Már bocsi. Ez itt tényleg geci szar. Főleg úgy, hogy tényleg így le is estem, meg ütköztem is ráadásul, úgyhogy... Ez csoda, hogy meg lesz a bronz. Ezzel kapcsolatosan amúgy. Vagy legalábbis én csodálkoznék rajta amúgy a legjobban. Úgyhogy ebből lesz egy retri. Még egy. Még kettő, bocs. Megiszok már egyet. Csak hogy jó legyen. Bazd meg! Egy perc alatt még mindig, nem 50 szek alatt, kurva annyiért. Na még egy utolsó try mehet. És akkor hogyha nem, akkor majd streamen kívül. És akkor legalább be tudjuk fejezni ezt a pályát. Illetve talán még elkezdek egy másikat, még nem tudom. Majd kiderül. Kurva anyádat akkor. Baszd meg! Te csöves! Na mindegy. Na jó van, akkor felveszek a italmakat, és akkor megyünk tovább, és akkor ezt majd stream utánra hagyom.
A streamen kívülre hagyom pontosabban. Legalább szereztünk egy játékot, köszi. Meg minden ilyen csodálatos dolog. Itt az elgurult. Na mindegy. Köszi, hogy jöttél. Akkor jó. A csoda, ide föl tudtam mászni. Komoly. Mondjuk eddig nem próbáltam. Hopp. Ző csillag, jó. Király. Szépen ezt körbe sétáljuk, ha már itt vagyunk. Jó. Akkor meg is van ez a pálya. Is. Juhu. Na nézzük. Aha. Ugye a versenyek. Aha, reach the first goal within 20 seconds. Az jó. Aha, az első versenyt 20 szek alatt kéne teljesíteni. Az jó. Jól hangzik. Kurva anyját. A streamen kívül megoldom. Köszi. Reméljük ez nincs meg. De megvan. Hát akkor. Nem találtunk új játékot sajnos. Juhu. Oké, okay, a pálya. Invasion of House Horrors. Wow. Hullámvasút. Érdekes lesz. Pötty. Illetve újabb Treasure Road, ahogy látom. Jó, ez mi is? Cutter. Hammer. Hát végül is mehetünk. Ha már itt vagyunk, és akkor legalább annyival kevesebb Treasure Road, Treasure Road lesz vissza. Én benne vagyok, köszi. Akkor mehet. Ah, hogy ez boss harc. Vagyis egy boss harc mihez képest, ugye? Köszi. Juhu. X. Köszi. Köcsög nyulak. Óriás nyulak. Rohadjatok meg. Ez meg ugye bossnak tűnik. Au. 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 Használni most a tomátót. Ráhagyjatok már. De ez ilyen. Kurva anyját ennek a szarnak. Na, lehet, hogy nem kellett volna. Na mindegy. Legalább megvan a kavics. Köszi. Egy. Ugye ezek adják az ilyen drága köveket, amivel tudjuk ugye fejleszteni ugye a már meglévő fegyvereinket. Ugyebár. Mi van itt? Needle Treasure. Ringmouth Treasure. Jó. Próbáljuk meg a tüskést. Hát ha meg is tudjuk csinálni. A mai kiderül. Aha. Jó. Akkor guruljunk beszod.
Az jó. Nem jó. Így már jobb az ő. Feltétlenül hamar lett vége, de legalább megvan. Négy szek, szarok rá. Köszi. Legalább megvan a kő, amiért jöttünk, úgyhogy... Már megérte. Köszi. Akkor 7. Megnézzük azt a Ringmouth Treasure-t is. Mert ez talán a... Hát nem azt mondom, hogy az egyszerűbbek közé, de az élvezhetőbbek közé tartozhat. With Gusto. Csak mehet a With Gusto, köszi. Ah, be kell őket gyújtani, hogy úgy mondjam. Hát gyújtani, nem tűzzel, hanem széllel, ugye? Sziasztok! Oké. Teleportj. Na ez mondjuk, kicsit rákosnak tűnik. Oké. Oké. Már csak az oldalsót kéne valahogy. Így. Így. Jó, köszi. Hú, geci. Puzibikák, rohadjatok ki. Na itt is legalább meg vagyunk. Juhu. Újabb kavics lett meg, de jó. Jól van. Oké, ez akkor megvan. Várj, ez mi? Cutter. Mondjuk ez az a baj, hogy ezt nem nagyon használom, tehát hogy... Ah, mindegy. Újsát keresnünk rajta, úgyhogy előbb vagy utóbb, inkább előbb legyen. Úgyhogy hadd menjem. Puty. Go! Ja igen, ugye... Van ilyen. Így. És akkor lenyomva tartod, akkor kvázi visszajön hozzád, ugyebár. Ha azt nem így kéne, ugye. Így. Na jó. Ez mondjuk nem fog most menni. Aha. Mert ugye egy vonalba kell maradniuk, úgymond. Meg ugye visszajön hozzánk, ugye? Kvázi. Aha. Ne, nincsenek egy vonalba itt az a baj főként. Úgyhogy ja. De majd ezt én kitalálom, úgyhogy... Csak megmutattam, hogy ez hogy néz ki. Meg minden. Meg lehet, hogy amúgy... Hát lehet, hogy kilövöm a streamet majd. Már igaz, hogy csak 2,5 órát... 2,5 órát? Még közel sem annyit. És egyet nem mentünk annyit. Bár mondjuk lehet, hogy szerintem még belenézek a kövi pályába. Ezt még megcsináljuk. Ezt még megcsináljuk, és akkor utána szerintem visszamegyünk a városba. Körülnézünk, hogy mik vannak. Bár mondjuk a... Lehet, hogy inkább tényleg vissza kéne menni a városba, mert ugye a kardot tudjuk fejleszteni.
meg egyéb más dolgokat, úgyhogy szerintem, ja, most megyünk vissza a városba, és akkor megnézzünk még egy pályát a Vidán Parkból, hogy úgy mondjam. Irány a város vissza. Aztán jó idő. Hopp, köszi. Blueprint, blueprint, köszi, köszi. Ja igen, meg a, még a kalapácsot is tudjuk akkor fejleszteni. Az nagyon is jó. Oké. Okay. Szerintem el is dobom, köszi. Jól van. Újabb blueprint, köszi. Kard. És a kalapács. És akkor azt hiszem mind a kettőre van elég nyersanyagunk, talán. Hammer, power, rapid fire. Hát ja, ez erősebb lesz, meg ugye gyorsabb is lesz, ugye ez a toy hammer. Mint ugye a másik. Ja, hát egyértelműen. Majd leteszteljük Sandbagen a másik szobába. Még ez tényleg nagy kalapács. Na mindegy. Gyere, bang! Sandbag! Oké. Okay. Közben lehet mozogni, miután tölt a támadást. Izzik a kalapácsba, az meg annyira. A dúlva. Na mindegy. Hát, hogyha úgy van, akkor használjuk. Hopp. Mert a sword. Ah, ez viszont lassabb, úgymond rapid fire-ben, viszont erőben kb. Háromszor erősebb. Ahogy látom. Az óriás kard. Megnézzük milyen. Már mondjuk hasonló lehet, mint a... A nagy darabnál, aki ellen már harcoltunk korábban. Viszont ja, erősebb. Igen, egyértelműen. Viszont ugye lassabb, ahogy megforgatja. Kollega. Boom. Á, jó lesz, egyelőre. Na, akkor nézzük meg azt a pályát magunknak. Még, és akkor utána mehetünk is tovább. Hát csak ezt megnyitjuk, hogy megnézzük, hogy mi van. Ó, az egyes gyűjteményből csak 9 darab hiányzik, és teljes lesz, úgyhogy szerintem teljesen jól állunk. Illetve szerintem pörgetek egyet-kettőt ebből is. Hát, ha sikerül olyat találni, ami nincs meg. Hát ez már megvan szerintem. Na, perges! Na. Wow, hát ez is megvan szerintem 2-3-szor. Jó van. Akkor mindegy. Akkor mehetünk tovább. Nézzük, hogyan boldogunk ezzel a gigantikus karddal. Úgyhogy... Jó. Akkor irány a horror háza. Hadd menjen. Sötty. Anyád. Ó, bementünk a közepébe bele, ugye? Wow. Milyen alternatív zenék mennek erre felé, ahogy hallom. Nagyon cuki. Wow, de ijesztő vagy. Csövi. Oké. Okay. Ja igen, itt vannak ilyen szellem, alien lényszerűségek, úgyhogy... Őket kell majd itt nyírbálni, hogy úgy mondjam. Viszont a zene amúgy nem rossz. Ja, illetve, hogyha már Gigantic Sword, akkor ugye neki, Kirbynek is most már van pajzsa. Úgyhogy most nem dodge-olunk, hanem védekezni fogunk. Hogyha úgy van. Viszont ugye erős a csapás, amit nyomunk, úgyhogy ilyen formában. Itt viszont az ilyen X platformokkal vigyázni kell, mert hogy már csak egyszer lehet hozzáérni, mert különben leszakad. Úgyhogy kis túltipp a jövőt illetően. Húha! Kurványátok! Köszi a csokit! Aha. Háromszor egyére a
szellemek eldugott snackjeiből. Jól hangzik. Oké, oké, oké. Hopp. Oké. Jó, hogy ott meg lehetett amúgy állni. Kurva anyád. Köszi. Aha, hopp. Jó. 3D-s platformjáték. Oldalra elmegyünk. Nem véletlenül, ugye? Oké, és... Bejött. Nagyon alternatív a zene, ahogy hallom. De mehetünk akkor tovább. Szia. Atya ég. Ah. Szóval egy villanykörtét is akkor a szájába kell vegyen Kirby. És akkor azzal fogunk tudni akkor világítani ezek szerint. Nagyszerű. Illetve különböző kapcsolókat aktiválni, hogy látom. Jó. Puty. Hú, milyen sejtelmes a zene. Az anyád. Oké. Aha, itt nem véletlenül kell világítani, mert leesel a picsába. Oké. Az a rész nekem gyanúsnak tűnik, de mindjárt kiderül. Aha. Itt felugrunk, igen. Szó, köszi. Ott, az, ott szépen sikerült leugrani. Akkor szerintem itt körbe megyünk, akkor igen. Jól van, akkor menjünk körbe. És akkor itt lehet átugrani most. Jó. Köszi. Gyúlcsippet. Íj. Van itt cucc rendesen. Köszi szépen. Legalább akkor most már fullos a HP-nk is. Checkpoint, ha itt is lesz ilyen szar, ahogy látom. Jó. Oké. Ha jó. Akkor ezt köpjük ki egyelőre. És akkor szerezzük meg a játékot. Köszi. Jó, és akkor ugye újból vissza tudjuk venni, és akkor tudunk világítani. Ez jó dolog. Igen, és figyelni kell ezeket a szellemeket, mert... Ők rossz néven veszik, hogyha világítasz. Meg azt hiszem nem is lehet őket támadni sajnos, az a baj vele. Úgyhogy nagy buzik. Meg ki is világít szépen lassan amúgy. Arra is el tudunk menni, illetve erre is el tudunk jönni, hogy látom. Már ezt egyszer dobjuk le magunkról, így. Ah, jó. Ó, jó. Energiaital. Ó, ez challenge pálya, baszki, nem is láttam. Azt hittem, hogy csak az energiaital tudjuk felvenni, de nem csak azt. Jó. Ez nem rossz. Ó, power up. Cutter fog kelleni. Hát akkor használjuk. Oké. Köszi. Legalább megtaláltuk kollégát. Jó van. Itt még nem voltam amúgy korábban, vagy legalábbis nem emlékszem rá, úgyhogy ez tök jó, hogy megtaláltuk. Köszi. Nagyszerű. Akkor mehetünk visszafele. Ezt a másik kap... Basz, meg majdnem leestem, szerintem. Szóval ezt a másik kapcsolót még nem aktiváltam. Úgyhogy ezt még gyors megtenném. Köszi. Mennyi zsé. Köszi. Meg plusz játék. Köszi, hello. Vagy bábú figura.
inkább. Mint az ilyen Funko bábuk, hasonlóak, igen. Akkor sétáljunk végig, szépen. Hello. És akkor ezt be tudjuk most kapcsolni. Oké. Okay. Aha, ez is ilyen időkorlátos a kurva annyiát, puf. Épp hogy. De legalább meglőtt. Hidden snack. Erről van szó, köszi. Ez jól hangzik. Vagy legalábbis mindenképpen érdekesen. Split. Thank you. Bocs, ezt most eldobom. Tűz fog nekünk kelleni. És ezt, vagyis egyet a tüzet jobban preferálom. Menni ez az alternatív zene amúgy most a Kirby alatt. Úgyhogy szerintem nem rossz. Már ide nem tudok bemenni? Nem. Nem. Majd akkor legközelebb. Kösz az élményt. Jó. Maré. Okay. Nem tudom, a jobb oldali nagyon kamunak tűnik nekem, úgyhogy elmegyek balra. Jó? Köszi. Hát igen, az kamu is volt. Köszi. Mua. Paprikákat kaptunk, hogy mi ez. Na mindegy. Köszi. Szerintem itt elmegyek oldalt, lehet, hogy jobban járok. Mert ez nagyon kamunak tűnik nekem, igen. Kamu is volt. Gyorsba. Uff. Köszi. Erről van szó, mehetünk is tovább. Aha, jó. Igen. Hopp, az is egy eldugott kaja lenne? Remélem. Igen. Erről van szó. Király. Itt viszont nem tudom, hogy melyik a kamu egyébként. Úgyhogy... Hát rábízzuk magunkat a vak szerencsére, hogy menjünk balra. Nem, nem ez volt az. De, ez volt az. Jó. Akkor mindegy. Azt viszont be tudjuk venni a szájba, úgyhogy tudjuk ezzel csapatni. Boom. Az benne pláne, hogy ezzel még ugrálni is lehet még mindig, úgyhogy ez vicces. Gyertek, köcsögök! Ennyi. Igen, ezeket szét lehet verni. Nem jó? Geci, majdnem rábasztam. Oké. Okay. Jó, ez ugyanez lesz akkor, ahogy látom. Oké. Okay. Hopp, 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 leszoldalt. Vadoldi. Erről van szó. Pusztíts el 13 idegent ezzel a vending mouth-val. Jó, sikerült. Ah, viszont egyet megint kiadtam a kurva anyjába. Rohadjon ki. Na mindegy, az majd akkor a streamen kívüli dolgokra marad akkor. Köszi. Ez nem itt volt? Már volt egy ilyen hasonló pálya, ahol itt volt oldalt a... kedves. Na mindegy. Majd visszajövök érted, haver.
De legalább a nagyja vadoldit kiszabítottuk. Juhu! Sikersorozat. Titkos challenge is sikerült, ahogy látom legalább. Jó. Király. Az már akkor teljesen jó. Na, ilyenünk is van sajnos. Gondolom ilyenünk is van 3 darab. Ilyenünk is van 4 darab. Hát akkor nem találtunk sajnos új játékot. Na mindegy. Juhú. És akkor ez lesz gondolom a boss előtti utolsó pály, ugye? Az álom parádé. De király. Na. Egy vadoldi kivételével mindegyiket megmentettük legalább. Úgyhogy király. Szerintem. Legkomolyabb treasure roadok nyíltak meg. Fire treasure. Bomb treasure. Pipe mouth treasure. Treasure. Nyomjuk a fire-t. A sima fire-t nyilván. Ugye van sima tűz is, meg ugye vulkanikus tűz, az ugye a továbbfejlesztett változat. Illetve, hogyha úgy is... Várjál, aha, igen, hogyha mozgásban maradsz, akkor ugye lehet közben mozogni, és ugye robbantani. Erről van szó. Igen. Kurva anyád! Sőt. Erről van szó, köszi. És akkor legalább plusz egy kő. Juhúj. Majd megnézzük azt a pipe mouth-ot, azt hiszem az a csöves. Azt hiszem. Ja, ez a csöves, úgyhogy ezt még megnézzük. Akkor utána visszavagyunk a városba, megnézzük, hogy változott-e bármi is. És akkor innen fogjuk folytatni majd legközelebb. Hogyha minden jól megy, akkor még jövő héten. Hét közepén akár. Majd kiderül. Akkor gurulj! Ki kell centízni azért ezeket a szarokat a kurva anyjába. Igen. Én elfelejtek ugrani. Igen. Általában ilyenkor egyébként nem szokott sikerülni. Hogy ha ugye eltéveszted a ugrást. Például így. És visszadob a picsába. Úgyhogy ilyenkor érdemes újra próbálkozni. Főleg úgy, hogy ugye abból az is beleszámít az időkeretedbe, hogy ugye be kell venned ugye a szádba úgymond ezt a csövet. Ilyen formában sajnos. Igen, ez a baj főként, hogy el kéne találni ugye az ugrásoknak a ritmusát, ugye? Gyerünk! Erről van szó! Szóval nem mindegy, mikor nyomod meg hogy, ugye? Sajnos, de legalább megvan. Ahogy a kő is. Ami szükséges ugye fejlesztésekhez. Király.
Jó. Puty. Legalább meg vagyunk. Kicsit még körbenézek azért erre is. Jába van este. Az meg majd ugye a következő világunk lesz, ami majd egy havas világ lesz. De ne szaladjunk ennyire előre majd. Előtte ugye a Vidán Parknak a Vidán Park minden szegletét, akkor egy, minden szegletét majd felfedezzük, úgyhogy legalább el leszünk. Akkor menjünk is vissza a városba. Jó, király. Ó, oh, és van már 115 vadoldi. Akik úgymond meg lettek mentve. Nem kell online. Aha, Crash Evolutionhez kapcsolódó, tehát a Crash képességhez kapcsolódó ugye fejlesztést, hogy elhagytuk. Aha. House of Horrors. Ó, oh, egy luk, egy falban lévő lukban van. Jó. Zöld coint keres. Jó. 191 objektumot lélegeztünk be. Jó. Oké. Okay. Tudsz még mondani? Aha, 115-öt mentettük meg. Oké. Okay. Jó. Aha. Spring Breeze mód. Ugye ez az egyszerű mód. Ugyebár. Na mindegy. Köszi a tippeket. Jó. Úgyhogy ez lett volna e heti körbing, tehát legalább sikerült haladni is a játékkal. Igaz, hogy még csak 18%-on állunk, de szépen lassan haladgatunk. Illetve, hogyha tényleg minden jól megy, akkor jövő héten két körbi stream is várható. Illetve, ha már Nintendo streamekről beszélünk, akkor ugye, hogyha minden jól is megy, akkor jövő héten még a Zeldát is besikerül végre fejezni. Így kemény 280-300 óra után, legalábbis amint én játszottam bele, haha. Nem annyit streameltem, hála Istennek. Úgyhogy majd, hogyha minden jól megy, akkor azt is befejezzük. Illetve, ugye lehet, hogy jövő hétre csúszik majd ugye Wolfenstein 2 is, amit ugye megszavaztatok. Meg ugye Devil May Cry 3 folytatás is lesz, hogyha sok minden várható lesz majd. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. És majd valamikor találkozunk, hogy mikor, azt nem tudom. Jövő héten mindenképp, holnap nem hiszem. Na jó van. Köszi! Mángorló, sziasztok! Csááá!